Továbbra is ott vagyunk harcban a feljutást érő helyért. A hosszabbításban a Szeged-Kisvárra találkozó is 1-1-re áll, így ha a Kisvárra nem nyeri meg a mérkőzést, akkor a következő körben akár bebiztosíthatja a Balmazújváros az NB1-es tagságot, ahhoz az kell, hogy a Kisvárra ne nyerje meg a következő fordulóban a mérkőzését, valamint mi elhozzuk a 3 pontot a Puskás Akadémia otthonából. Ennyi szükséges ahhoz. Vagy pedig, ha ma nem nyer a Kisvárra, és mi megverjük itthon a Kisvárrát az utolsó körben, 2 hét múlva, június 4-én, akkor meg lehet a feljutás. Miért ne álmodoznánk tovább, miért ne vennénk komolyan azt, hogy következő szezonban NB1-es lehet a Balmaz Kamilla gyógyfürdő. Szépen sikerült belerondítani a Puskás Akadémia ünneplésébe, elhoztuk onnan a 3 pontot, és hát nem akármilyen közeg uralkodott a felcsúti stadionba, hiszen szinte hazai pályát teremtettek a balmazújvárosi szurkolók. Igen, eddig is mondtam, hogy csodálatos szurkolótáborunk van, még ami nem volt B-közép addig is, nem csak nézők, hanem szurkolók járnak ki Balmazújvárosba, akkor is azt mondtam, hogy ha van B-közép, azóta még jobb a hangulat, hiszen így az egész stadion tombol, és óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy egy felcsúti arénába közel 300 balmazújvárosi drukker ellátogatott, és nem csak ellátogatott, hanem végig szurkolt a mérkőzés, nagyon jó érzéssel töltött el minket. Azt pedig, hogy utána közösen tudtunk ünnepelni, az csak hab volt a tortán. Egy ilyen mérkőzést a játékos életében megélni, akár a kispadon, akár a pályán, egy felejthetetlen élmény. Azt kell mondanom, hogy az egész csapat lüktetett végig, a kispad is együtt élt a játékkal, úgyhogy a lefújás pillanatában mindenki berohant a pályára, és együtt ünnepeltünk a lelkes közönségünkkel. Ez egy felejthetetlen élmény volt mindenki számára. Egyértelmű, hogy mindenki extázisban volt, és igazából erre készültünk, de mi is tudtuk, hogy azért ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, és hogy az NB2 egyik legerősebb játékos állománya ellen fogunk játszani. És megéltünk már egy párszor sok nagy boldogságot a mérkőzések után, de most szerintem ez a legutolsó volt eddig a legjobb, és még vár egy ránk, amit még ez is überelhet. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, de sajnos kimaradtak a helyzeteink, pedig nagyobb lehetőségeink is voltak, ugyebár. A Puskás Akadémiában azért vannak olyan játékosok, akik mérkőzéseket tudnak edni, nem ők egyből egyet berúgnak. Ott egy kicsit megfogott minket a gól, mert nem volt benne az addigi játékba. Ott utána ugye volt még egy zicser a Puskásnak, de én azt mondom, hogy az első fél idő végére már magunkra találtunk, hiszen ott volt nekünk is 2 óriási helyzet. Második fél időben pedig úgy jöttünk ki, hogy nem az egy pont, hanem így tudtuk jól, amire büszke vagyok a fiúkra, hogy el is hitték azt, hogy meg is tudjuk fordítani a mérkőzést. Akár nagy barányba is nyerhettünk volna. Már a bemelegítésünkkor óriási szurkolás volt. Jól satszolom, akkor körülbelül olyan 200-250 ember lehetett ott, úgyhogy ez nagyon jó érzés volt. Az elmúlt 2 év alatt nagyon sokat fordult a világ itt Balmazújvároson, hiszen amikor Feckó Tamás először leült a kispadra, akkor még azzal a céllal ült le, hogy bent tartsa a Balmazújvárost az NB2-ben. 2 évvel később pedig már teljesen más célért kell a társaságot motiválni. Igen, mai napig nagyon emlékezetes az a mérkőzés, hiszen ugye tavasszal 0 pontos volt a csapat, 11 meccsünk volt arra, hogy 8 pont hátrányt ledolgozzunk, ott egy óriási menetelésbe kezdtünk, a játékosok szenzációsan álltak a munkához akkor is, sikerült a bennmaradás, azóta meg folyamatosan ugye épül-szépül a stadion, épül-szépül a klub, a játékos keretet tudatosan építettük, és ez lett belőle. De ezt kellettek ugyanúgy a játékosok, a szakmai stáb, valamint kellettek a vezetőink, hogy ezeket a lehetőségeket megteremtsék számunkra. Futballista életében ez a 2 cél a legnehezebb, ha bent kell maradni, vagy bajnokságot nyerni. Nagyon különbséget nem is szoktak tenni tét kapcsán. Nyilván ez a jobb dolog. Szerintem kellett hozzá az, hogy mindenki mentálisan megerősödjön abban az időszakban. Feckó Tomi érkezésével egy olyan közeg alakult ki, és egy olyan mentálisan erős csapat, ami most a feljutásért harcban vagyunk, és remélem, hogy vasárnap létre is jön. Igazából aki figyelemmel kísérte az újvárosi futballt, azért láthatja, hogy milyen fejlődésen mentünk keresztül, és itt gondolok a játékos állományra, maga a létesítményre,
és maga a szakmai stáb is nagyon sokban fejlődtünk együtt. Ha nem lenne polgármester asszony, vagy képviselő úr, akkor nem lennének olyan eszközeink, amivel a rehabilitáció terén a top 3-ban van Magyarországon a klub. Valami nem lenne akkor ilyen lelkes szurkolótábor sem, mert nem lenne ilyen eredményes munkánk. Milyen a visszhang alföldi kisvárosban, a cél a topliga? Én úgy gondolom, hogy minden meccs után, ahogy megyünk körbe pacsizni az emberekkel, és megerősítik, hogy még mindig tudunk álmodozni, még mindig valós az álmunk. Ez már megérte ezt az évet, hiszen nagyon, csak boldog arcokat látunk, és olyan emberek, akik tényleg hétről hétre itt vannak velünk, a rosszban is itt voltak velünk 2 évvel ezelőtt, most a jóban is itt vannak, és mindig boldogan tudnak hazamenni. És úgy kellnek fel, gondolom, hogy számolgattak, olvasták az újságban, kinek mit kell játszani, és ez óriási dolog, hiszen ahogy hallom, van olyan óvónéni, aki így számolgat, van olyan nyugdíjas bácsi, tehát, és ugye nem beszélve az utánpótlás játékosainkra, akik ugyanígy gondolkodnak. Mindenképp szükséges, hogy ugyanazt a játékot hozzuk, amit eddig is, ne legyünk feszültek. Szerintem a csapat nagyon egyben van, amit mondtam az előbb is, tehát mentális problémáink nincsenek. Nyilván egy meccsen fog eldőlni minden, azért ez nehezebb, de a közönségünkkel és az egész várossal kiegészülve, mert hétfő óta, merre csak járok a városban, mindenhol ezt hallom, hogy mindenki jönne, mert most úgy néz ki, hogy a stadionunk is kicsi lesz. Mindenképpen sikert várok, a Kisvárdával amúgy is mindig nagyon jó meccseket szoktunk játszani, mindig eseménydús, gólokban gazdag, úgyhogy biztos vagyok a győzelmünkben, és feljutást fogunk ünnepelni. Nem tudom, hogy, de valahogy nagyon összeállt minden. Tényleg, és érződik, hogy együtt vagyunk úgy, ahogy kell, és nem csak mint csapattársak vagyunk, hanem úgy érzem, hogy barátságok is kialakultak már a csapaton belül, és ez megadhat egy olyan pluszt, ami talán sok csapatnál nincs meg. Mindenhol ezt kapjuk, hogy a kis csapat, lehet, hogy ez is egy kicsit ösztönzőleg hat. Szerintem már kiléptünk a kis csapat jelzőből. Itt egy olyan közeg, egy olyan futball közeg alakult ki, ami Magyarországon szerintem nagyon ritka, úgyhogy vasárnap mindenki fogja ezt tapasztalni, aki a tévét előtül, vagy aki kilátogat ide. Feszültségről én nem beszélnék, inkább várakozásról. Én úgy érzem, hogy nem izgalom, hanem izgatottság jellemző a csapatra most. Hát most akárhogy is számolunk, egyetlen egy pont is elég ahhoz, hogy megvalósítsuk az álmainkat, viszont azért veszélyes lenne a döntetlenre játszani. Én azt mondom, még egy győzelem hiányzik ahhoz, hogy megvalósítsuk az álmainkat. Nem lesz egyszerű történet, de ez a csapat mindenre képes, tehát láttuk azt, hogy Puskásnál milyen játékot játszottunk, tudjuk azt, hogy mire vagyunk képesek hazai pályán. Én azt mondom, hogy ha most a Fradi jönne, akkor a Fradinak se lenne esélye.